Magyarországnak és Budapestnek nagyon jó, hogy imáron Budapest egy globális nemzetközi sportfőváros, és nagyon jelentős eseményei jönnek Budapestre, Magyarországra, évről évre a világnak. Idén 3 olyan nemzetközi sporteseményünk lesz, ami a világ legnépszerűbb sportjainak kiemelt versenye. Lesz az úszó Európa-bajnokság, lesz a labdarúgó UEFA 2020-as Európa-bajnokság, és lesz a tenisz női Fed Cup női csapatvilágbajnokság először Budapesten. Lesznek más események is, de ezek azok a sportágak, amelyekre az egész világ figyel. És ezen sportágokból egyedül az úszás az, ahol nem csak egy globális sportágról beszélünk, nem csak arról, hogy az egész világ figyeli az eseményt, hanem azt is elmondhatjuk, hogy a hazai csapat, a magyar versenyzők rendkívül sikeresek, a világ élvonalában tartoznak. Sajnos ez ma még sem a teniszben, sem a labdarúgásban nem mondható el, reméljük, hogy egyszer megváltozik. Tehát egészen kiemelt jelentősége van minden nemzetközi úszóeseménynek, figyel az egész világ, és figyel egész Magyarország, az egész magyar nemzet, hiszen a magyarok nagyon jók, nem is kezdek bele a felsorolásba, hogy ki mindenki, mert olyan hosszú a lista, hál' Istennek. Tehát ez egy nagyon fontos esemény, nagyon meg fogja mozgatni a magyar vizes társadalmat, az úszó társadalmat, át fogja mozgatni Budapestet, teltház lesz a Duna Arénában, szurkolni fogunk mindenütt a városban és odahaza is a tévéképernyők előtt a magyarok. Biztos vagyok benne, hogy az úszóink Tokiói olimpia előtt oda teszik magukat. Az egyik legfontosabb nemzetközi esemény lesz idén Budapesten. Felkészülés az elsősorban Vladár Sándor és csapata a Magyar Úszó Szövetség munkájának köszönhetően, ezt ma is itt megláthattuk. Ma együtt ültünk le Karácsony Gergely főpolgármester úrral. Ez egy közös ügy, együtt dolgozunk azért, hogy a legjobban sikerüljön a vizes, illetve az úszó Európa-bajnokság Budapesten. Így kell ezt csinálni, a sport az egyesít bennünket. Ez egy közös ügyünk, mondom, az Úszó Szövetség munkájának hála, én nyugodt vagyok, egy remek esemény elé nézünk.